Na srácok, készen áll mindenki a horror estre? Na, jól van. Hoztam mindenkinek grilles sajtos szendvicset, tessék, edetek. Na, nyugalom már, Jézusom. Na, gyerünk, indítsuk be azt a filmet, gyerünk! Nyomasz! Ah, Istenem. Mi az Isten? De sorry! Ki nem is? A filmtől! Mitől? Nem a filmtől, az ablakban! Mi van az ablakban? Nincs itt semmi az de ablakban! Ott volt egy ilyen fekete cuccos! Semmi nincs itt az ablakban, kis. De volt! Nem volt itt, most nem volt lehet itt. Most már honnan tudod? Hát onnan, hogy ide nézek és nincs itt, tehát most érted? De mondom volt! A múltra utalok, azt is mondta, hogy érd a pólával, nem látod! Elég volt, nem érdekel, most figyelj, kettő opció van. Vagy horrorfilmet nézünk, vagy pedig kitakarodsz és béna vagy. Leszarom a horrorfilmedet, a horrorfilmedet meg, mert nem ijesztő, az ablak az ijesztő, mert az itt van, a horrorfilmet nem. Beképzeled, kis, beképzeled. Mi az, mondjad? Egy ablaktól megijed. Amúgy, nagyon durva. Mi van az ablaktól? A saját tükörképétől szerintem. Na, akkor nézzük tovább, nem kell itt mitől fel. Sőt, tudom, mit kis, büntetésül vidd ki a szemetet, jó? Napra gondod. Na, vidd ki a szemetet, gyerünk. Nem fogom! Addig nem nézzük tovább, amíg nem viszed ki a szemetet. De kicska vagy, de úristen, fú, komolyan mondom, hogy a kutárom előtt szét fogom szólni az egészet, és te fogom összetakarítani. Gyere Husi, nézzük addig tovább. Gyere, nézzük addig tovább. Aj, komolyan mondom, hogy ez tényleg itt Mi az Isten? Hallóka! Kis, miért kell ordibálni a szeméttel? Ő az egyetlen barátod, vagy mi? Vagy tőle is megijedtél? Kis! Jézusom! Hallottam, hogy kinéztük már addig a filmet, amíg itt izélsz. Mi az? Amit láttam az ablakban, az kint volt és megkergetett. Jaj, de beforstam, úristen! Jaj, nagyon igazinak tűnik, kis, nagyon igazinak. Először az üvegtől, utána a szemétől ijed meg? Nem tudom, mindegy, eléggé fura vagy kis mostanában. Én azt mondom, hogy menjél be a WC-be és zuhanyozz le, jó? Kis, zuhanyozz le! Nyugalom! Jézusom, na! Husi, végignéztük a filmet, szerintem nem tudom, nézzünk még valamit? És egyáltalán nem is ijesztő. Ja, kicsit se volt ez. Nézzünk valami mást is? Aha. Jó, oké, nyomjuk, mit szeretnél nézni? SpongeBob. SpongeBob? Már megint? Igen. Na, Isten, nem hiszlek el. Ilyen. Ja, nézzük. Viszont már miért nem történik ez az egész? És miért nem hiszlek nekem? Olyan mondom, hogy viszont Nem. Szia, kis! Szia! Hova mész? Kis! Gyere már vissza! Köszönjük, luxus! Hova megy? Hazamegy? Vagy mit csinál? De nem hazamegy. Nem. Kis! Hozzi házba mész! Kis! Hallasz? Elég fura hangot ad ki, hallod? Szerintem mi van vele, Husi? Vagy most mit csinál? Bekajált, de ember jó, de bekajálástál nem viselkedik vagy valaki lehet, így. Vagy lehet, hogy a fürdéstől valamilyen baj alatt, mert attól is fél. Hát jó, nem tudom, várjál már, hol ment? Itt valahol itt jobbra? Vagy mi? Ja, ott megy fel. Mi az Isten? Mit csinál? Kis! Ja. És? Na jó, figyelj, nem tudom mi baja van, de nem adjátjuk, hogy baj esen, szóval azt mondom, hogy kövessük, jó? Jó. Nem tudom, most legrosszabb esetben is figyelj, egy kicsit legább túrázunk. Megdöglünk. Jézusom! Átment itt valahol a vízesésen. Ember, kis, gyere már vissza! De csináld már ezt így az éjszaka közepén. Haj, na, jó van. Gyere Husi, át kell jutnunk. Jövök. És nem tudom, hogy hol ment, ember, már most kezdem tényleg elveszteni. Itt van fent. Én téged veszelek el. Gyere már, gyorsabban. Oh. Le fogunk maradni, ember, és nem fogjuk tudni, hogy hol megy, és itt a sötétben azért eléggé lehezen lehet látni. Ott van. Látom, igen. Na jó, van, figyelj, kövessük. Remélem, hogy semmi gáz dolog nem lesz. Ott van, még látom. De miért jött ide egy ilyen random táborba? Amúgy szép tábor. Ja, menő meg minden, de nem tudom, mit csinál.
Ember megy tovább, még tovább, de hol megy? Azt mondom, legalább ebbe a táborba jött, vagy valami. Szerintem is, de halljuk. Istenem, jó, tök mindegy, figyelj, a lényeg az, hogy nem tudom, kövessük úgy, hogy ne annyira legyünk fel, megfordult. Mi, megállt? Ide jött? Ez volt a nagy terv? Jó van már, nyugi már. Majd lekapcsolom a lámpát. Mi az Isten? Most átváltoztatlak téged, gonoszá! Mi van? Mi az? Mi a... Állj bosszút a barátaidon! Mi az Isten? Mi a... Hallod, én elkezdtem félni. Jó, húsi, húsi. Figyelj, nyugi, csak ne mozdulj meg! Jézusom! Annyi habciznom kell! Ne, hogy most habcizd már! Nyugi már! Ne már! Húsi, kus! Húsi, kus! Kussolj már! Ne! Jó, nyugi, figyelj, gyere! Nyugi már, ne már! Tűzszök, tűzök, hajak! Húsi! Ne! Figyelj már, jó. Ne. Ide néz, ne csak nem mozdulj meg a fa mögül, és nem lát meg. Sziasztok! Meglátott? Meglátott? Menekülj! Jézusom! Nem! Kis! Ez nem történt meg! Várjál meg! Ne gyere már ide csalo! Hello. Szia! Kusi! Gyere be a sátorba! Jézusom! Oh, itt bent, ide nem tud bejönni! Nyugi! Figyelj! Van nálam fegyver, jó? Meg tudom magunkat védeni! Ha ide közelünkbe jön, akkor lelövöm, jó? Jó! Nyugalom! Semmi gond! Nem látom sehol! Ott repked! Jézusom, tud repülni? Jó! Ez egy para ember! Jézus Isten! Olaj. Miért nem hittünk neki? Húsi, miért nem hittél neki? Hát miért? Te se hittél neki? De én mindig tudtam, hogy kis persze, nem hazudik. Jó. Igen. Aj, ember. Hol van? Szerintem eltűnt. Na jó, figyelj. Ez így nagyon-nagyon nem lesz jó. Tehát most kis átváltozott egy ilyen óriási hosszú, ilyen véres, nem tudom, valamivé. És most kerget minket, igaz? Ja, valahogy így történt. Figyelj, szerintem te dühítetted fel, meg szerintem csak egy embertől már lehet, hogy eléggé tele lenne, hogy a másikunk el tudjon menekülni. Szóval, hogyha te kiállsz most oda és megesz téged, akkor én lehet, hogy még haza tudok jutni. De Husi, ne aggódj, mert nagyon jó macska voltál, jó? Emlékezni fogok rád. Köszönöm, na akkor menjél. Mi? Mondom te! Menjél! Mondom te! Nem, te! Dehogy nem! Pisztoly van nálam és nem felek használni! Áll meg hal! Na jó, engedjük el, akkor próbálj meg úgy, hogy ne halljon meg senki. Figyelj, gyere! Kezdjünk el hazamenni, mert ahogy látom, nincs itt sehol. Szerintem ezt úgy, hogy nem egy csapda, csak menjünk haza, jó? Jó. Szerintem aztán... Amúgy lehet, hogy tényleg... Mi az Isten? De figyelj, most nem ordibált, lehet csak beszélni akar. De, szia! Mit gondoltatok? Barátkozni jöttem. Azt hiszem, hogy köhögsz. Nem! Figyelj! Kis, lehet, hogy csak megfáztál! Kis! Jézusom! Ne! Figyelj! Ne! Beleértem! Jó, gyere le! Gyere már le! Nézd, oda! Jó, okay. Nyugalom. Nem tudja, hogy elástuk magunkat. Jó, nyugi, figyelj. Lehet, hogy keres minket, de nem szabad, hogy meglásson, nem szabad, hogy meghalljon. Valamilyen nevet. Szerinted megtalált? Hát, azt hallottam már. De nem tudom, nem akarja, hogy segítsünk. Mi az Isten? Jézusom! Na jó, nem. Most én engem nem érdekel semmi, hazamenek, hagyjál békén! Nem érdekel, menjünk haza! Gyere Husi! Csukd be! Várjál! Székek! Jó éjszakát! Na, mi az, hogy jó éjszakát? Mit csinálsz? Te Husi! Hallod, aludj már otthon! Husi!
De miért? Miért? Aludj otthon! Nem fogok kimenni. Aj, ember, komolyan mondom, nem hiszem, jó, akkor én alszok nála, de úristen. Na jó, nem érdekel, akkor alszok Husinál, mert hogy ő nem mer otthon aludni, vagy nem tudom. De minden, nem baj, menjünk át Husi, az aztán csak nem lesz így gond. Remélem, nem Husit akarja elrabolni. Na jó, van, jó itt. Jó. Olyan, nem. Kérlek, megadok mindent, kérem. Igen, jössz velem, ezt adod meg. Gyere! Nem, de megadok mindent, halat is adok, halat. Nem kell! Hús! Gyere velem, enni! Jó van. Enni mész! Hogy lássalak! De hova megyünk egyáltalán? Vissza! Ne! Jó reggelt! Úristen, élek ember! Jó, akkor szerencsére engem nem raboltál ez a őrült hosszú kis. De igazából nem tudja, hogy hol lakunk, nem? Értem, hogy félig kis, de amúgy így már nem kis, mert ő már ilyen hosszúkás, nem? Ha csak nem követett minket. Bár azért ez csak nem hiszem. Na jó van, nézzük, menjünk haza, aztán szóljunk Husinak, nézzük meg, hogy velem is van. Szerintem ezt nem Musi csinálta a házammal. Mi az Isten? Miért hol tűnt az ajtóm? Ember, én értem, hogy hosszú vagy kis, de legalább az ajtót normálisan tanul meg használni. Na jó van. Husi? Hol van? Husi? Nem alszik itt. Na jó, nem. Akkor erre rabolva. Nem hiszem el! Husi! Téged is elrabolt változtatni, akkor már 2 darab lesz. Na jó, nem érdekel. El kell kaptunk, srácok. Meg kell mentenünk Husit. Valahogy meg kell mentenünk. Figyeljetek, bemegyünk vissza az erdőbe. Nem már. Nem akarok az erdőbe menni még egyszer. Nem érdekel. Le kell valahogy győznünk. És azt hiszem van is egy ötszem, hogy hogyan tudjuk őt legyőzni. De csak egyetlen megoldás van. De nem érdekel. Menjünk majd később, elmondom nektek. Azt hiszem, hogy itt vagyunk, srácok, figyeljetek, ott vannak. Áú, na jó, fejjel! Jézusom! Azt hiszem, srácok, hogy próbálja átváltoztatni. Jézusom! Valami dimitást nem lehet erre rakni? Na jó, nem érdekel. Hájjá! Hello, kis! Te mit csinálsz? Eljött a végzeted! Mi van? Mit nevetsz? Ha elengeded, még túlélheted! Ne. Na jó, lehet, hogy a nevetéssel meg tudom ölni. Erős vagyok! Dája, nézd! Szétverlek! Áú! Szétlőlek! Várjál! Újra tölt! Jézusom! Ne szóval, hol tartottunk! Nem hagyhatom, hogy átváltozzon Husi is! Srácok, figyeljetek! Utolsó esélyünk van, utolsó remény! Mindenki légy szíves, dobjon egy hatalmas nagy lájkot, trele lájkkal le tudjuk győzni! Ide figyelj, kis! Nézd meg, mennyi lájk jön a videóra! Na ide figyelj! Ha nem hagyod, abba véged van! Gyerünk, srácok, lájkoljátok, aztán pusztul! Na, vissza is változott. Jó van, ez nem volt valami durva. Halló, kis! Normális vagy? Halló? Kis? Jó, azt hiszem, hogy alszik. Husi, gyere! Husi! Szabad vagy! Ugye nem változtatott még át? Ne, Istenem. Husi! Gyere már! Na, kis! Fel kellene kelteni! Kalmold meg! Várj! Hogy hall, az is jó. Hé! Állj már le, kis! Visszaváltoztál! Milyen fegyver ez? Megmentettünk! De király ez a fegyver? Megmentettünk! Mitől? Attól a hosszú vörös valamitől. Ja, hogy mégiscsak létezett? Ja! Nem létezett. Olyan, mint hogyha lett volna két teljesen hülye amarom, akik miatt a kérdőn átváltoztam volna, lelittek nekem!
Itt a kis 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 Na kis 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 Rakok tüzet. Na, gyertek aztán hozzátok a kajákat. Srácok, köszi, itt voltak ebben a videóban. Remélem, hogy tetszettek, hogy nyomjatok egy lájkot. És sziasztok fel. És találkozunk a következő videóban. Addig is, sziasztok.